Harmadik fejezet, amelyben a kisdiák szorgalmasan dolgozik, tanul, jelesekre felelget, és két barátra tesz szert. Az öreg urat Pósalaki úrnak hívták, s a patikán túl lakott egy nagy sárga háznak az udvarában hátul, egy igen csinos kis faházban. A kisdiák igen szorgalmas akart lenni, azért mindjárt kezdetben, csak nem egy fél órával hamarabb ment el hozzá. Az öreg úr egy nagy, szalmával font karosszékben ült egészen egyedül, lakájában pattogott a tűz, s olyan különös volt ez a vaköreg ember, ahogy teljesen rendben, szivarozva, s lobogó tűz mellett üldögélt. A lámpa is égett az asztalon. Jó estét kívánok! Jó estét! Ki az? Én vagyok. Felolvasni jöttem. No, csak üljön le, fiam. Leült, az újságok oda voltak rakva az asztalra. Melyiket olvassam? No, még ráérünk, majd 5 órakor. A kisdiák elröstelte magát, mert úgy gondolta, hogy illetlenség, amit tett. Nagyon is mohónak látszik most az öreg úr előtt. Vagy rendetlennek, hogy ilyen össze-vissza jön. Az arca lángvörös lett, s nem mert megszólalni. Csendesen ült hát, s hallgatta az óra ketyegését. A barna politúros szekrényen volt egy alabástromlábú óra, de nem olyan, mint tavaly törökéknél, ahol a múlt évben lakott. Ott egy aranyhuszár lovagolt az óra tetején, s az egész üvegbúrával volt leborítva. Itt nem volt üvegfedele az órának, s fent fekete homlokzata volt, mint a tankönyvben a görög templomnak. Ez sokkal urasabb volt, s különben is törökéknél el volt törve az üvegborító, s papírral volt beragasztva. Az óra lassan pengette a másodperceket, s őszinte számolta. Rettenetes sokáig tartott, még tovább lépett a mutató, s az öreg úr nem szólt egy szót sem. Valamin gondolkozhatott, olyan nyugodtan ült. No, volt ideje jól megnézni, egészen piros öreg úr volt, nem is lehetett nagyon öreg, vastag bajusza volt, olyan, mint amikor télen ráfagy a zúzmara, a rozmaringra, dús és lobogó, nagyon gyönyörű fehér bajusz. Egészséges és derült ember volt, s oly tisztán nézett kék szemével, hogy az ember zavarban volt előtte, nem hitte volna az ember, hogy nem lát, ha a homlokán nem lett volna egy félkör alakú zöld sejem ellenző. Nagyon szeretett volna valamit mondani neki, de nem tudta, mit mondjon. Egyszer aztán megszólalt. Nálunk nincs ilyen korán hó. Az öreg úr nem felelt. Erről megint elcsüggett, de hogy merj ő megzavarni ennek az öreg úrnak a nyugalmát, ki tudja, mire gondol, és milyen csacsiságot mondani. Bánja is az az öreg úr, hogy ő náluk mikor van hó. Itt most van. Szerette volna visszaszívni, szerette volna, ha nem mondta volna, izgett, mozgott, sarabdálta a száját. Aztán szerette volna megkérdezni, hogy igazán nem lát-e Pósalaki úr, a világosságot sem látja, azt sem tudja, mikor jött fel a nap, és mikor lett este. De az öreg úr csak szivarozott. Igen lassan, igen kényelmesen. Testes öreg ember volt, éppen betöltötte a karosszéket, a keze is puha és rózsaszínű volt, az arca frissen borotválva, s majd kicsattant az egészségtől, s olyan derült volt, s olyan kellemes, a szája mindig mosolygott egy kicsit. Így telt el egy negyed óra. Az óra elkezdett ütni, először 3-at ütött, lassan, magas zengő hangon, aztán újra 4-et, vastagabban és gyorsabban, huncutul, mintha nevetett volna ő rajta.
Akkor megint magában maradt, újra nem volt többet semmi lesz, és újra csak az egyes perc pendüléseket figyelte, végre belenézett az újságba. Csak félt, hogy az öreg úr mégis lát valamit, és akkor azt hiszi, hogy ő olvasgatni jött ide. Hát csak a lap címét olvasta, és a vezércikknek az elejét, ami fent volt. Mikor elolvasta, szeretett volna tovább fordítani, mert az újság kettőbe volt hajtva, de félt, hogy a papír susogásra figyelmes lesz az öreg úr, tehát átugrott a második hasábra, és ott folytatta. A cikkben arról van szó, hogy a lóvasutat mindenütt át fogják alakítani kisgőzösre, és ebben nagy érdeme van a polgármesternek, aki a város fejlesztésére oly sokat tett már eddig is, hogy hozzá hasonló polgármestere még nem volt soha Debrecennek. Ez érdekes volt, mert igen tisztelte a jeles embereket. Hallotta, hogy Pósalaki úr városi tanácsnok volt, míg meg nem vakult. Szerette volna megkérdezni, hogy mikor építették az első kisvasutat. Hát az első lóvasutat. Hát azelőtt mi volt Debrecenben, mikor lóvasút se volt? Éppen a patikából nézte, hogy a lóvasút csak a Bikáig jött. Itt a lovat kifogják, és a kocsi hátához ragasztják, és akkor megint felmegy a kalauza hátulsó bakra. Tülköl egy résztrombitával, és gyű, elindul a kis lóvasút. A kisvasút pedig a nagy erdőig megy, de ő még nem ült rajta, mert fizetni kell érte, és ezért az állomásról is gyalog jött be a pakjával, meg a nagy erdőre is gyalog ment ki a fiúkkal vackort szedni. De nagyon szeretne egyszer felülni rá, az nagyon finom volna, uras. Egészen megijedt, hogy odakint hirtelen a nagy templom órája ütni kezdett. Lassan ütött, méltóságosan az óraütő, mint egy nagy kalapács. Jól ráütött a harangra, s olyan messze volt egymástól a két ütés, hogy gyorsan ötig tudott számolni két ütés közt. Aztán a nagy harangot kezdte kongatni, s azon is kiverte az ötöt, s oly közel hallatszott, mintha csak beszólt volna az ablakon, hogy no, most kellett volna jönni Ipse. Erre a szobai kis alabástrom óra elnevette magát, és egy-kettő elkezdte verni zengővékony hangján ő is az órát, előbb négyet, vékony kacagó magas hangon, aztán ráhúhogott gyorsan, vastagon ötöt. Akkor ő bátran felvette az újságot, és elolvasta a vezércikk címét. Debrecen jövője. Most, mikor városunk óriási léptekkel halad előre a modern csinosodás útján, legújabban is határozatba vétetett, hogy a város területén még fennálló két lóvasúti vonal gyorsan-gyorsan, olyan gyorsan olvasta, hogy míg az elév értette, és foglalkozott gondolatban vele, most már egy szó se hatolt be az elméjébe, csak olvasta a szavakat tisztán és értelmesen, a szája mozgására figyelt, hogy a hangok össze ne folyjanak, és érezte, hogy a magas és mély hangoktól, hogy rángatózik az ajka, mert egész lelkét beletette, hogy minden szó olyan tökéletesen legyen kimondva, hogy no. Csak úgy repült a sorokon, egyik cím után jött a másik, mikor valamit nem akart hallani az öreg úr, akkor azt mondta, ugorjunk, akkor azt átugrotta. De a címeket mind el kellett olvasni, egyet sem volt szabad kihagyni, még a legkisebb hírecske címét sem, de persze a legtöbb után ugorjunk volt az utasítás. Mikor hatot ütött, éppen a közepén volt egy cikknek, ami érdekelte. Az erdei kaszálókról volt szó, hogy a debreceni erdőben 10 000 holt szántóföld van. Itt roskadozó, ideiglenes épületekkel beépítve szélhordó homokdombok, majd vizenyős lapályokon küzd a gazda a természettel, hogy kierőszakolja egyik évben a rozsot, másikban a tengerit. A körülálló százados tölgyek siratni látszanak elpusztult társaikat, és búsan néznek le a ritka rózs és vékony szárú tengerire,
mely legtöbb helyen csak tengleng, nem is annyira a szántásvetés, mint inkább a takarmány termelés teszi, oly féltett kincsé e részeket a gazdák előtt. A kaszálokban nyert takarmány az időnként idehajtott jószággal felétettetik, mert annak az elszállítása borzasztó igaerőbe kerülne, úgyhogy a szállítási költség gyakran többe kerülne, mint a megtermelt takarmány. Az óra éppen itt ütött, és az öreg megszólalt. No, hagyj maradjék hónapra is. Letette az újságot, s felállott. Észrevette, hogy az öreg úrnak megmozdult a szája, s szólni akar, elvörösödött, mert gondolta, hogy most azt fogja mondani, hogy többet ne jöjjön olyan hamar, de nem azt mondta, hanem ezt. Hát, így se esik ilyen hamar hó minden esztendőben. Nem is tudok visszaemlékezni, hogy még esztendőben volt, mikor október 18-án már megjött a hó. Ő nem felelt, állott egy darabig, de az öreg úr befejezte a beszédet, s nem látszott rajta, hogy még folytatni akarná, hát elköszönt. Jó éjszakát kívánok! Az öreg úr barátságosan bólintott. Jó éjszakát! Kint szél kotorta a havat a szemébe, lehúzta a nyakát, s futva ment végig az udvaron. Mindig félt, hogy nincs-e itt valami kutya. A kutyát nem szerette, mert a falujukba sok kutya van, s mind mérges, már kétszer meg is harapta a kutya, mikor tejért járt. A kollégiumban aztán megmenekült a széltől, nem sokára menni kellett a vacsorára. Most megint köles volt cukorral, ez neki nagyon kedvenc étele volt, de a fiúk rémdühösek voltak, azt mondták, hogy ez mind a falhoz kellene csapkodni. Egy azt mondta, a szakácsné képi be, az igen. Este a lámpa mellett ültek, s tanultak, de neki folyton az jutott az eszébe, hogy a nagy erdőn a százados tölgyek búsan nézik a vékony szárú kukoricát, meg a sovány gabonát, szomorúan csóválják a fejüket, hogy az ő jó társaikat ezek miatt kivágják. Kint ordított a szél, s verte az ablakokat, meg a tetőn a csatornát, de a kályha forró volt, s a szobában álmosító meleg. Mióta pakkot kapott, egy kicsit emberebb volt a többiek közt. Már ugyancsak veszekedéskor kenték a böszörményi szemébe a kenőcsöt, és így ő is közömbösebb lett a károsult, de azért nem volt annyira idegen a fiúk közt, mint azelőtt, egyszer labdázni is bevették, és nem is volt olyan ügyetlen, mint előre gondolta, de persze most a rossz idők miatt már nem lesz többet labdázás, csak tavasszal. Ezek azért szép napok voltak. Kalapot is kapott otthonról, egy kis barnát, széles karimájút, szalag volt rajta, és nem sörte meg köröm. Ez tetszett neki, ez olyan kalap, diáknak való, komoly embernek, ez senkinek sem tűnik a szemébe. De az édesanyja levelén most is sokat sírt, mint mindig, ha meglátta, elfacsarodott a szíve, s maga sem tudta, mi történik vele. Az iskolában minden nap felelt mostanában, s olyan jól tudott felelni, mindent értett, a tanárok mind meg voltak elégedve vele. Az öreg úrhoz sose ment többet olyan korán. A sárga ház előtt tácsorgott, amíg a nagy templom órája ütni nem kezdett, kitapasztalta, hogy a nagy templom órája 5 perccel az ütés előtt már egy kicsit kondít. Akkor ő szépen bement az udvarra, mire beért, az óra verni kezdett, és mikor a székbe leült, akkor az alabástrom lábú is hozzáfogott a kacagó csengetéshez. Egy nap Orci azt mondta neki, te nyilas, azt mondta a mamám, hogy ma szombat van, hívjalak meg, gyere el hozzánk. Én? Igen. Minek? Hát csak, de minek? Orci nevetett. Látogatás! Eljössz!
nem bírt magához térni a meglepetéstől. Már második esztendeje ülnek egymás mellett, még sohasem hívta meg senki. Csak Gimesinél volt többször, kivált tavaly. Orci első volt az osztályban, és ő ahhoz volt szokva otthon, hogy a második mindig vakon engedelmeskedjék az elsőbbnek. Ő volt a legnagyobb, neki minden öccsének szót kellett fogadnia, de már a kisebb testvérének ő nem fogadott volna szót. Orci előtte volt egyel, igaz, hogy igazságtalanul, mert neki jobb kalkulusa volt egyel, a szépírásból neki jelese volt, s Orcinak csak kettese, tornából mind a kettőjüknek hármasuk volt, a többi mindeniknél egyes volt, de a fiúk mondták, hogy nem járja, hogy Orci az első, mikor neki szépírásból kettese van. Ő azonban nem bánta, hogy Orci az első, mert Orci kedvence volt a latin tanárnak, és igazán többet tudott nála. Sok mindent. Például egyszer az volt a latin leckében, hogy Julius Caesar. Gyéres tanár úr kérdezte, ki volt az a Julius Caesar, ki hallott már róla, senki sem tudta, és akkor Orci felállott és megmondta. Az egy színdarab volt, amit ő is látott Budapesten, és Julius Caesart megölték. Ki ölte meg? Azt már Orci is elfelejtette. No, jól van, ülj le, mondta mosolyogva a tanár, és megveregette az Orci arcát. Ez nagyon imponált Nyilasnak, és Orci sok ilyet tudott. Majdnem minden órán megmondott valamit, amit ők nem tudtak. Igaz, hogy nem volt nagy magoló, de hát ő se volt. Ő nagyon jól tudta, hogy érdem szerint egyikük sem ül itt jogosan, mert a legjobb az osztályban Kásánta, a negyedik. Ez egy csizmás fiú volt, az apja azt mondják favágó, nagyon szótlan fiú, debreceni. Ez mindent tud. Persze csak azt, ami lecke volt már, ennél ő is sokkal többet tud. Olyanokat, amiről még nem tanultak az iskolában, mert az ő édesanyjától sokat tanult. De a konjugációt senki sem tudta az osztályban, csak Kásánta. És mégis csak negyedik, mert igazságtalanul. Két kettese van. Gimesi is jól tud azért, csak minden füzete maszatos, meg folyton faricsál, és nem figyel, mikor leckésztetnek a tanárok, s ha váratlan szólítják fel, igen ritkán tudja, hogy miről folyik a tanítás, de ha újra felteszik a kérdést, akkor aztán jól felel. Kis Nyilas odahajolt Gimesihez óra alatt, majd mondok valamit. Mit? Majd megmondom, mikor vége volt az órának, 12 volt, Orci már bepakolta a könyveit, fekete viaszos vászomba, és átkötötte sárga szíjjal, amelynek acélnikli fogója volt, és felvette a téli kabátját, közben felé hajolt, úgy, hogy a derekát is meghajtotta, és azt mondta, elvárlak. Kis Nyilas nem felelt, mert sértette, hogy ilyen finom szót mondott, elvárlak, ő ezt nem tudta volna kimondani, mi az, hogy elvárlak. No, hát mit akarsz? Mondta Gimesi, és közönsége szíjjal kötözte össze a könyveit. Te, no, Orci engem meghitt. Hozzájuk? Igen, ejha. Tégedet nem? Nem. Akkor én sem megyek. Gimesi hallgatott, aztán csillogó szemmel nézett Nyilasra. A szeme nedves volt. Azért ne legyél marha. Nem megyek, te vacsa már, mondta Gimesi, és fejjel mellbe taszította a Nyilas, mert ez volt az ő szokása, mindig fejjel verekedett. Nyilas hátraesett a padba, és tiszta szívből kacagott. A fiúk tolongva mentek ki az ajtón, és ő neki a könyve kihullott a kezéből a pad alá, mert neki szíja sem volt, sem viaszos vászonja, ő csak úgy a markába vitte. Gimesi mindig elkésve pakolt, és csak úgy nagyjából, nem olyan gondosan, mint Orci. Nem is megyek, mondta neki feltápászkodva. Gimesi a vállát rángatja. Ha olyan buta vagy, akkor visszajött az ajtón futva, kipirulva Orci. Nyilas! Ilyetten nézett rá. S lángvörös lett, azt hitte, Orci már tudja, hogy ő nem akar elmenni hozzá. Gyere csak!
Félrehúzta a falhoz, és suttogva kezdett beszélni. Mimes egy darabig nézett rájuk, aztán sebesen elfutott. Azt akarom mondani, szólt Orci, hogy nem is magyaráztam meg, hogy hol lakunk. Én nem azt akartam mondani, hogy nem megy el, de megállott, és nem merte kimondani, mert most hirtelen nagyon vágyni kezdett, hogy Gimesi nem volt itt. Akkor Orci sokáig magyarázta, hogy hol laknak a Kossuth utcában, a színház mellett, megmondta a számot, és hogy csak fel kell menni az emeletre, ott ők laknak. Azt mondta az édesmamám, hogy okvetlen híjalak meg, mert Gyéres tanár úr is beszélt rólad. Erre a kisnyilas paffá lett, Gyéres tanár úr. Orci barátságosan biccentett, és elfutott, mert utol akarta érni saját magát, behozni a veszteséget, hogy elkésett. A kisnyilas sebesen kifutott az udvarra, hogy utolérje Gimesit, és megmondja neki, hogy a latin tanár azt mondta, hogy neki muszáj elmenni, de már sehol se látta. Pedig kiment utána egészen a Csokonai kertig. Akkor addig ácsorgott, hogy a konviktusba is csengettek, ő a könyveivel lélekszakadva futott fel a második emeletre, már mindenki elment, akkor lerohant, és elkésve érkezett az ebédhez. Gulyásleves volt, és tejbekása jó ízűen megette, a sok kanálcsörgés, tányércsörömpölés egészen jól hatott rá. Mikor az ebéd végén a szénior felállott, és elmondta az imádságot, ő még evett, a szája tele volt kásával, és ami a tányérján maradt, azt még futva bekapta. A cőtusban aztán hozzá fogott töltözködni. Hová készül ez? Nézzétek már! Nyilas mosdik! Kiabálták a fiúk. Még tiszta inget is vesz. A lábadat nem mosnád meg. De hová megy ez? Tűnődtek a fiúk, de ő nem mondta meg, csak a vállát rángatta. Hát, el kell menni, Gyéres tanár úr mondtana. Ez volt a mentsége. Enélkül bizony nem mert volna ilyen komédiát csapni. A színházat jól tudta, hol van. A csizmadia színen ment keresztül, mikor a színház alatt ment, megnézte a színlapot, az volt kiírva, hogy fene gyerekek. Ezt nagyon jó lett volna látni, el is határozta, hogy vesz jegyet, mert lehetett venni a háznagyi irodában 10 krajcárért jegyet, de engedélyt is kellett kérni az osztályfőnöktől, és az a latin tanár volt, emiatt nem vett még sose jegyet, pedig színházra nem sajnálta volna ám a pénzt. Soká bámészkodott a színház környékén, de egyszer csak jött egy borotvált arcú ember, cilinder volt a fején, furcsa kerek köpönyege volt, és hangosan dúdolt valamit, attól elszaladt. Szép idő volt, a hó már eltűnt az utcáról, csak a kerti bokrok alatt volt, meg a bokrokon is valami. A nap sütött, de azért hideg volt. Mikor meglelte azt a házat, amelyikben Orciék laktak, nem mert mindjárt bemenni, vagy ötször elment előtte, akkor elszánta magát, és piros arccal zavartan besietett. Vasrácsos korlátja volt az emeleti lépcsőnek, félve ment fel rajta, és nagy fehér ajtó volt előtte, amelynek nem volt semmi kilincse. Most nem tudta, mit csináljon, ezen nem lehet bemenni, ha nincsen kilincse, sokáig állott ott. És már nagyon el volt szomorodva, amikor hirtelen kinyílt az ajtó, és egy cselédlány ugrott ki, mint a kergették volna, majdnem a nyakába ugrott. Orcit keresem. A bébucit? Bent van. No, menjen be, menjen hát! Bosszantotta, hogy egy cseléd így beszél vele. Bement, és nem szólott semmit. Nagyon szép szobában volt, fehér, ragyogó szekrények voltak ott, körülnézett, vagy 4 ajtót látott, és nem tudta, merre menjen. A háta mögött kacagást hallott, visszanézett, az a cseléd szemtelenkedett, nevetett rajta. Ott menjék be! Balra, nem arra! Balra! Nem arra! Mondom, hogy balra! Azzal riogva mutatott a jobb oldali ajtóra. Vagy jobbra akarom mondani! Ezzel berántotta maga után az ajtót, és ő megfogta a magas kilincset, és benyitott egy sötét kis szobába. A szoba sötét volt, de az utcai szobában nyílt egy nagy ajtós, ez világos volt, szinte kápráztató. Megállott a szoba közepén, a sötétben, a nagy szobában ragyogó világosság volt.
Besütött a nap, és az asztal felett valami fényes, csillogó, villogó valami volt, mint egy másik nap, hogy a szeme szinte káprázott tőle. Az asztalnál ült egy szőke asszony, és hangosan nevetett, és az Orci hangját hallotta. Lógrás, lógrás! Egy darabig nem vették őtet észre, és ő nem mert szólani, hogy itt van, azok pedig csak sakkoztak, ő is tudott sakkozni, mert tavaly télen Török bácsi megtanította. Aztán, hogy észre se vették, csendesen beszólt. Orci! Meghallották, körülnéztek, akkor ő az ajtófélbe kapaszkodott, félkézzel s újra súgva beszólt. Orci! Orci megfordult, s meglátta őt, de abban a pillanatban a szőke asszony is meglátta a kisfiút, s ahogy az ott állott téli kabátban az ajtófélhez támaszkodva és befelé suttogva, ellenállhatatlan kacagás ragyogott fel rajta. Orci kifutott Nyilashoz, és azt mondta neki, szerbusz Nyilas, sakkoztam a mamával. Kezet fogtak, és ügyetlenül megrázták egymás kezét. A kis Nyilasnak égett az arca, a szél is kifutta, mert a kollégium mellett, meg a színház mellett mindig szél van Debrecenben, és ő mind a két helyen sokat ácsorgott. Tedd le a kabátot! Levetette a kabátját, ezt a kabátot az édesanyja varta, és igen jól ki volt bélelve vattával, olyan volt, mint egy paplan, csak nem állott valami szépen. A kabátot Orcival ketten kivitték az előszobába, s ott felakasztották, rátették a kalapot is, az új posztó kalapot. Még a fal is zöld posztó volt, ahova a kabátot tették, és szarvasagancsok meg kardok voltak felette. Akkor újra bementek a szobába, Orci megnézte, de már nem volt ott a mamája. Ülj le, parancsolj! Orci mindig ilyen utálatosan beszélt, parancsolj meg ilyesmiket. Hát ő leült, s azt mondta, te itt szoktál tanulni? Igen, ez az én szobám. Ez is bosszantotta a kis Nyilast, az én szobám. Miért az ő szobája, ő építette? Itt vannak a könyveim, itt vannak a játékszereim, itt vannak a tornaszereim. Nyilas egyelőre semmit sem látott, mert a szoba sötét volt, és csak a másik szobából kapott világosságot. Nyilas felnézett a mennyezetre, és csodálkozott rajta, milyen magas szoba ez. Azt hitte, csak a tanterem meg a kollégiumban vannak ilyen hatalmas szobák. Őnáluk otthon alacsony a mennyezet. Olyan alacsony a szoba, hogy mikor az édesapja nagyon felemeli a fejszét, akkor beleüti a fejsze fokát a gerendába. A mestergerenda meg pláne olyan alacsony, hogy azt még ő is eléri, a felnyújtja az ujját. Pedig ott jó volna, ha egy kicsit magasabb volna a ház, mert az édesapja télen mindig bent vési a szántalpat a szobában. A forgács úgy pattog, hogy még, az édesanyja pedig azt szokta kiáltani. A lámpa, mire az édesapja, ha megharagszik, nagyot kiált, hogy a ház is reng bele, hogy azt a büdös lámpát mindig azt kell hallani, hát ha eltörik, eltörik, van más a bódba. De ő erről a világért sem mondana itt egy szót sem, mert érzi, hogyha ő ezt itt elmondaná, akkor ő valami nagy szégyenbe kerülne. Ezeknek azt nem is szabad sejteni, hogy ő náluk az édesapja a szobában szánt talpat farag. Ő pedig az nagyon szép is, jó is, mert jó szaga van a friss forgácsnak, jól lehet benne a földön játszani, és nem kell félteni semmit. Itt minden olyan kényes, itt nem is játszhatna az ember a testvéreivel. Neked nincs testvéred? Kérdezte Orcit. A bátyám, mondta szórakozottan Orci, és nagy halom könyvet hozott az asztalra. A könyveknek piros vedele volt, és az volt rányomatva, hogy kislap. Orci mindjárt felnyitotta az egyiket, és megmutatta, hogy benne van egy cikk, amit ő írt. A cikknek az volt a címe, hogy Nyári gyönyörűségek, és a vakációját mesélte el benne. Orci, hogy kinn a pusztájukon lovagolt, és volt egy kutyája, úgy hívták, hogy Hektor, ennek a kutyának legjobban örült. Nyilas kitágult szemmel, és dobogó szívvel és irigykedve nézte. Ezt te írtad? Én? Te magad? Persze. Isten bizony. Igen, Nyilas gondolkodott.
Orcinak szépírásból kettese volt, hát hogy lehetséges ez? Esküdj meg! Bizony Isten, no! Ó, hát akkor mégis ő írta. Folyton csak azt nézte a cikk alá, nyomtatva, hogy Orci Vilmos, Orci Vilmos, Orci Vilmos. Elmondta magába számtalanszor, s nézte a betűk formáját, hogy Orci Vilmos. Istenem, ha egyet fordít, talán az is ott van, hogy Nyilas Mihály. Úgy megzavarta ez, hogy nem bírt egyébre figyelni. Igen, ő azért vette a szépírási füzetet, olyan egyes irkalapokat, amiket árvereztek még szeptemberben, a hetes cőtusban, mert abból könyvet csinált, és abba lemásolta a verseket, az együgyű parasztot, meg más egyebet, nagyon sokat olyan apró betűket, mint egy légypac, hogy sok férjen el. De nyári gyönyörűséget írni, és azt kinyomtatni, és hogy alatta van, hogy Orci Vilmos. Nem fért a fejébe, hogy Orci írt valamit, amit a labban lát, és ő onnan kimásolná a szépírási lapjaira, hogy nyári gyönyörűség, mint azt, hogy Petőfi Sándor megesküdt a király. Kaptam érte egy díszkötésű albumot, mondta Orci, mikor észrevette, hogy mennyire érdekli a kis nyilast. Ezzel előhozott egy arany és veres, ragyogó nagy könyvet, amiben, ahogy kinyitotta, benne volt az összes történelem, éppen az, amiből két füzete volt Nyilasnak a fiókjában. Az egész Magyarország, az összes királyok és hősök és nagyurak, ez is fájt neki. Neki ez nem lesz meg sose, mert ő nem fog annyi pénzt kapni, hogy mind megvehesse. Nézett hát, hol az újságban a kinyomatott névre, hol a vastag királykönyvre. A másik szobából most valami női kiáltás hallatszott, hogy Bébuci! Orci suttogósan megszólal. Gyere, Nyilas, a mama szólít. Nyilas szinte álomban állott fel. Bementek a másik szobába, és ott volt a szép szőke mama. Nyilas Misi, mondta Orci, s rámutatott. De ő a nagy világosságban, a nap éppen a szeme közé sütött, csak állt szótlanul. A mama egy kis asztal mellett ült az ablaknál, s nem a sak mellett. Csodálkozva nézte, mert olyan szép volt, és olyan, mint egy tündér. A haja egészen fehér szőke, mint az Orci haja, csak később jutott eszébe, hogy kezet kellett volna neki csókolni. Te vagy a kis Nyilas Misik? A hangja olyan vékony volt, mint ha valami madár szólott volna. Az ő édesanyjának is olyan hangja van, hogy mikor énekel, mint a poharat csengetnének. De az ő édesanyjának olyan óriási fekete haja van, hogy mikor fésülködik, s kibontja, egészen beborítja, úgyhogy az arcából, melléből se látszik semmi. Te vagy a fiam kis barátja, zavarta mosolygott, nem tudta, hogy ők barátságban vannak. Együtt ülünk a padban, ő az első, én a második. Az asszony elkezdett nevetni, mégpedig olyan furcsán nevetett, hogy először komolyan nézett, aztán nagyra nyitotta a szemét, aztán váratlanul felkacagott. Most újra nem tudott mit szólni a gyerekhez. Szereted a fiamat? Kérdezte. Nyilas ránézett Orcira. Megnézte, hogy szereti-e. Hogy semmit se szólott, az asszony azt mondta. Szoktatok verekedni? Erre ő egészen tágra, kerekre nyitotta a szemét, csodálkozva bámult erre az asszonyra. Miért kérdi ez azt, mikor ő még senkivel sem verekedett? Biztosan összetéveszti valakivel. És milyen ruhája van ennek az asszonynak? Az ő édesanyja az egész faluban minden lánynak és fiatalasszonynak var rékliket, s a legényeknek surcokat fehérrel kivarva. De ilyen ruhát nem is képzelt soha. Ez az asszony olyan volt, mintha nem is asszony volna, hanem festve, de elevenül. Hát nem vagytok olyan karmolósok? A kisfiú már egészen zavarba jött, és az arca vörös lett, hát persze, hogy összetévesztik.
Az láng volt, kérem, mondta hirtelen ki. Aki a földhöz vágta, az asszony meghökkent. Nem vágott a földhöz, kiáltott Orci ilyet zavarban magyarázva, és egészen piros lett. A anyukám lelkem az csak játék volt. Erre ő is elszégyelte magát, most olyat mondott, amit nem illett volna. Én nem láttam jól a hebegtemet, mert nagyon sokan voltak rajta. Az csak játék volt, kiáltotta Orci. Kicsiny a rakás, nagyobbat kíván, azt játszottuk, mama. De Nyilas nem szokott játszani, se verekedni, hát ő azt hitte, hogy verekedtünk. Az asszony erre zavartabb lett, s vele Nyilas is, meg Orci is. Hát a fiam szokott, kérdezte nyüglődve. Orci se szokott, mondta a kisdiák. Az asszony megint úgy nézett, elébb komolykodva, aztán hirtelen fölkacagva. Kicsoda? Kiáltotta. Orci? Orci se. Orci! És hallatlanul kitört belőle a kacagás. Apa! Apa! Apuska! Jöjjön csak! És alig tudott magához térni a kacagásból. A szomszéd szoba ajtaja kinyílt, és egy magas, szakállas férfi jött ki belőle, olyan, mint egy igazi elnök. A maga fia már, Orci, mondta az asszony, és a teste csak úgy remegett a kacagástól. A magas úr szigorúan nézett a kisdiákra. Hogy hínak? De a gyerek úgy érezte, hogy itt most mindenki ellensége. Sovány kis arcát, vastag szemöldökét összehúzta, és nem szólt. Ja, te vagy a fiam kis barátja, és elmosolyodott, és rátette kezét a kisdiák fejére. Ez az, akiről Gyéres tanár úr beszélt. Igen, apa. Bravo, derék kis legény. De hallja, maga fiát úgy szokták verni, mint a répát. De nem, anyuskám, szívem, de nem. Orci, hallgasson, kiáltott kacagva a mama. De nem, anyukám, ez nem verekedés játék. Orci, csönd legyen! A mama folyton nevetett, az apa is nevetett. Hadd verjék, kiáltotta. Keményebb lesz a húsa. A kisnyilas megütődött. Az olyan diákból, aki még nem is verekedik, semmi sem lesz. No, jól van, csak játszatok. Aztán egy ilyen kis eminensnek nem szabad ám elveszteni a fejét. A kisnyilas ebben igazat adott az elnök úrnak. Őneki fogalma sem volt róla, mi lehet az Orci apja, hogy még pusztájuk is van, meg lovuk, és Hektor kutya. Még elsőben valaki azt mondta, hogy elnök. Ez nagyon fontos és titokzatos valami lehet, és iszonyú uraság. Aztán újra kimentek a másik szobába. Volt Orcinak egy játék, az neki nagyon tetszett, szoborgyár viaszból szobrokat lehetett csinálni. Orci felolvasztotta a viaszt a konyhában, behozta és csinált egyet. Ez Goethe. Goethe, és a kisnyilas nevetett, igen. Az minek volna az? Az a német. Az nem német, az magyar. Nem is tud németül egy szót se. Ki, Goethe? Igen, hamisan nevetett hozzá. Te, mondta csodálkozva Orci, az a legnagyobb német költő. Költő, hisz az a mi sírásunk, a vén Goethe. Mi nálunk attól sírása, és hangosan nevetett a viccén, és eszébe jutott az öreg, részeges Goethe a sírásó. Csak sokára tudta megmagyarázni, de akkor Orci is nagyon nevetett. Most pedig csinálok Schillert. Schillert? Schillerbort akarsz csinálni? Nagyot nevettek. Na hát, ha Schillert csinálsz, azt meg is issza Goethe. Ez nagyon tetszett nekik. Orci beszaladt, és a mamájának nevetve elmagyarázta, aztán kijött. Tudod, mit csinálj? Mit? Petőfit. Azt nem lehet, mert ahhoz nincs negatív. Kisdiák nem kérdezett rá, mi az. Úgy gondolta, azt neki is tudni kellene. Orci később azt kérdezte. Nekünk megvan Petőfi minden verse. Megmutassam? Nekünk is. Én mind olvastam. Mit? Petőfit. Orci,
Munka közben még Schiller csinálta, megállt, s ránézett. Minden versét? Igen. Orci kételkedve nézett rá, aztán tovább dolgozott. Mikor megjött az Orci bátyja, ezt már látta egyszer a kollégiumban, az udvaron állott a szobafőnökkel. Ez nagyon derék Orci úr volt, csak nem foglalkozott vele eleget, mindjárt ki is ment a szobából. Henrik, mondta neki Orci, tudod, hogy Goethe megissza Schillert? Orci úr mosolygott, azt mondta, jó vicc, és kiment. A viasszal babrálni jó volt, csak büdös volt, és bemaszatolták az egész asztalt. Az egész Petőfit olvastad? Kérdezte Orci. Az egészet igen, édesanyámnak felolvastam tavaly mind, meg magamban is. Orci nem nézett rá, a szobrot gyúrta össze. Nyilas azt kérdezte, s a nyári gyönyörűségre gondolt. Magad írtad? Azt igen, de a bátyám beleírt. A bátyád? Igen. Ezt ilyetten hallotta a kisdiák. De apa is azt mondta, az a jó, amit én írtam, azon lehet nevetni. A kisnyilas még jobban csodálkozott. Nevetni valót is lehet írni, aztán uzsonnázni hívták őket. Csak kettőjük számára terítettek, csokoládét adtak, és azt alig bírta megenni, mert émeítően édesnek találta, még nem evett csokoládét, de azért megette, mert restelte volna otthagyni, félt, hogy elárulja neveletlenségét, s mit gondolnak róla. Ő a kávét is csak fél kocka cukorral itta, és ebben sok cukor volt. A kalács azonban nagyon finom volt, ebből meg tudott volna enni 12 darabot is. Előbb nagyon víg volt, s fesztelen, de amikor az Orci mamája evés alatt bejött, s leült mellettük, a világért sem vett volna újabb darabot. Köszönöm szépen, nem kérek. Dehogy nem, a konviktusban nem sütnek kalácsot. Még egy darabot, fiacskám. Köszönöm szépen, nem kérek. Akkor a zsebedbe egy darabot, kettőt majd megeszed a kollégiumban. Köszönöm szépen, nem kérek. Vele nem lehet tréfálni. Ha ő egyszer kimondta, hogy nem kér, akkor aztán nem kér. Otthon megtörtént, hogy vasárnap a tésze után felállott, és sorra járt, kezett csókolni, megköszönte az ebédet, akkor hozták be a csirkesültet. Az öccsei ujjongva vetették rá magukat, s visszaültek az asztalhoz, de ő, ha ketté vágják, se evett volna egy falatot, ha már megköszönte az ebédet. Hát akkor majd kompótot. Nem tudta, mi az, kisült, hogy befőtt. Ezt az ő édesanyja is szokott csinálni minden nyáron 5-6 üveggel, néha 10-zel is. De ha nincs cukor. Ez nagyon-nagyon finom volt, olyan remek, hogy ebből kétszer is vett. Te nem kérsz, Bébuci? Nem eszel, fiacskám? Bébuci. Már hallottam ma délután egy párszor, de eddig nem ügyelt rá, Bébuci. Még csak az kellene, hogy őt is így nevezzék valahogy otthon. Akkor vendégek jöttek, mégpedig, ó, rémület, egy csoport lány, kislányok, amilyenek a lányok lapjában vannak rajzolva. Ő nem is hitte volna eddig, hogy igazi emberlányok így járnak. Neki nem is köszöntek, és ő állott csendesen bezeg, Bébuci, mindenikkel kezet fogott, volt közöttük egy kövér, sárga hajú lány, az neki mindjárt feltűnt, az arca nagyon fehér volt és piros, és a sárga haja a vállára lógott, de csak úgy szikrázott, mint az igazi arany. Ez egyszer csak ránézett, olyan szürke szeme volt, hogy ő attól egészen megijedt, igen nagy szürke szeme, és ahogy az ő szemébe nézett, ő elkezdett vörösödni, és a teste egész gyenge lett, a térde reszketett, és nem tudott volna szólni egy szót sem, és észrevette, hogy a lánynak az orra körül szeplők vannak. Hamar azt súgta Orcinak, hogy elmegy. El? Mondta Orci, igen. Akkor kikísérlek. Hamar kimentek a másik szobába. Ott eszébe jutott, hogy nem csókolt kezet sem akkor, amikor jött, sem most. Megállott, hogy visszamegy kezet csókolni, mert mit gondol róla Orci mamája, de az éppen a szürke szemű,
sárgahajú lányt ölelgette, erre ő úgy megrémült, hogy azonnal kifutott az előszobába. Miért szaladsz annyira, szólt Orci. Nem felelt, csak lerántotta a kabátját, hogy leszakadt az akasztója. Félsz a lányoktól? Nem félek én. Én úgy viccelek velük. Ő azonban összeráncolta a szemöldökét. Neked nincsenek kuzinjaid? Kérdezte Orci. Micsoda? Hát jányok a családba, unoka testvérek. Nincs. Testvéred sincs, testvérem? Igen. Hogyne volna. Öten vagyunk. De jányok. Jányok, az nincs. Mikor jössz el újra? Ránézett. Azt akarta neki mondani, hogy gyere el te, de megijedt. Hogy eljön. És az nem lehet, hogy barátok járjanak a cőtusba, csak a szobafőnökhöz járhatnak, különben meg van tiltva a barátkozás, mert még ellopnának valamit, ha idegenek bejárnának. Megrántotta a vállát, és lesütötte a szemét. Soha napján gondolta. Nem tudom, mondta hangosan, és jó erősen megfogta az Orci kezét. Szerbusz! Szerbusz! Akkor kijött az Orci mamája, és egy kis csomag volt nála. Szökik a mi kis barátunk, Orci, mondta a fiának nevetve. Itt van ez a csomagocska. Ezt vidd haza, és csak a kollégiumban szabad kibontani. A markába tette a könnyű kis csomagot. Most remélem szépen hazamegy. Nem kérem. Hát hová? Felolvasni. Hová? Én kérem egy öreg vakúrnak minden nap felolvasok egy órát. Igen? Igen. A szépséges szőke mama mély csodálkozással nézett a gyerekre. És pénz és fizet, vagy habozott? Igen, fizet. 10 krajcárt. Egy hónapra? Egy órára? Igen, egy órára. És csodálkozva, megrémülve bámult a kisgyerekre. Erről senki se tudott semmit, mert erről még nem mert az osztályban szólani senkinek, úgyhogy a kisbarátja is némán bámult rá. Hallod, Orci? Szólt a mama, és nevetett, de az arcára könny futott le. A kisdiák érezte, hogy ez nem kinevetés, és még a színháznál is kacagott a boldogságtól, hogy úgy csodálkoztak rajta. Aztán eszébe jutott, hogy sem akkor nem csókolt kezet, amikor jött, sem mikor elment, de nem mert. Ő török néninek, meg vásárhelyi néninek mindig kezet csókolt, de ez olyan finom néni volt, hogy nem mert. Lángvörös lett az arca, mert most mit gondol róla? Még sokáig kellett ácsorognia, míg 5 óra lett. Addig sok mindent végig gondolt, míg végül a szürke szemű, sárgahajú kislány villant fel előtte, és akkor elkezdett futni, mint a nyúl, maga se tudta hová.